néhány éven belül nekem is tervem, hogy igenis szeretnék házasodni is, igenis szeretnék gyereket vállalni is, és ez a jelenlegi törvények mellett ugye nem lehetséges. Kedves jelenlévők! Azért gyűltünk ma itt össze, hogy tanúi lehessünk annak, hogy az alaptörvényben foglaltak ellenére házasság jön létre két felnőtt ember között, akik szabad akaratukból döntöttek így. Laci és Tibi egy olyan világban szeretne élni, ahol a házasság alapja a szeretet és a kölcsönös tisztelet. Akarod a férjedül volt? Igen. Akkor kérlek, húzd fel az ujjára ennek egyében a gyűrűt. Tibor, akarod a férjedül László? Igen. Akkor kérlek, ennek egyében húzd fel az ujjára a gyűrűt. Ezen a házastársakká nyilvánítalak benneteket. Legyetek nagyon boldogok! Bízom benne, hogy eljut Magyarország jogilag is arra a szintre, meg elfogadásban is arra a szintre, hogy ez egyszer tényleg lehetséges legyen. Megkönnyebbültem és nagyon boldog vagyok, mert összejött azt, amit igazából szerettünk volna. És nagyon szeretném, hogyha egyszer ez az egész, ez itt Magyarországon valóra válhatna igazából.